95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Pösze rádiós voltál, így kezdted? Igen. Nem volt mikrofon engedélyem. Hadas Kriszta vagyok egyébként. Jó napot kívánok! Jó, majd bemutatlak alkalmatlan, csak csapjunk bele az egésznek a kellős közepébe. Tudom, úgy is lehet, meg az van a nagykönyvben, hogy akkor ez vagyok én, ez ő, és akkor mondjuk el gyorsan, hogy kb. Erről lesz szó. Azt majd a végén közben jó, megkösszük. Csak hogy kipösszít, azt azért legalább tudják. Vagy az is ki fog derülni. Igen, mert te ugye alapvetően úgy kezdted a szakmát, hogy akkor szépen lassan belekerültél, rádióztál, aztán tévéztél itt, aztán utána másik helyen, aztán főszerkesztő lettél, aztán utána műsorvezető is lettél, aztán könyveket írsz, és akkor lényegében össze is foglalkozol. A te kis életedet. Nyilván hát azért ennél sokkal nehezebb volt. Hát meg közben szültem néhány gyereket, elfogyasztottam férjet, most a másodikat gyűröm. Valóban nagyon sok műsort csináltam, de a kedvencem, amihez mindig visszatérek, az a Jön a Baba Hadas Krisztával, ami tulajdonképpen a saját fejlesztésem, és egyébként a téma, a könyv is, hát annak a továbbgondolása. Mert hogy megnézted, hogy akkor mi van utána, vagy hogy élnek azután, miután egyébként megszületett a baba, és amit láthattak a kedves nézők a képernyőn. Ezzel majd foglalkozunk később, de előtte menjünk vissza odáig, hogy igazából te az vagy, aki nem a bulvárból indult, aztán a bulvárba cseperedett bele, vagy került bele valahogy, és akkor utána pedig jöttek ezek a bizonyos komolyabb témák. Igen, én főszerkesztője voltam sokáig az Aktív című műsornak, meg aktuális műsorok főszerkesztője voltam a TV2-nek, tehát ugye én a Kossuth Erdőbe kezdtem, színművészetén végeztem televíziós rendező, adásrendező szakon. Engem mindig is az emberi civil történetek érdekeltek, mindig is azzal akartam foglalkozni, csak aztán ugye én csináltam az első egészségügyi dokurialitit, a Napló című csapat, ugye oszlopos tagja voltam, aztán szükség volt egy ilyen munkakutyára, ott a TV2-ben anno, ugye az elég rég volt, a 2000-es évek elején körül, aki összefogja a különböző riportműsorokat, és akkor így lettem én a Magellán, az Aktív és még egyebek Mokka főszerkesztője. De én azt gondolom, mert én nem tudom miért, itt Magyarországon van egy ilyen sznobizmus, hogy a bulvárt azt citokszóként használják, miközben a bulvárt is azt gondolom, hogy megfelelő szakmai színvonalon, tehát ez nem valakinek a popóját jelenti, cerepopókat mutogatni, az nem feltétlenül a bulvár. Tehát megfelelő szakmai színvonalon, megfelelő szókincsel azt is lehet jól csinálni. De ez nem az én stílusom, tehát engem ez szakmailag nem érdekelt annyira, vagy hogy mondjam, tehát nem tudtam beleélni magam, úgyhogy aztán átálltam inkább a dokura. Ami mindig is a vágyam volt. Visszatérünk majd mindjárt kicsit a bulvárhoz, de maradjunk előtte még ennél a bizonyos kifejezésnél, amit az imént használtál, munkakutya. Tényleg úgy volt, hogy azt mondta a Svábi, hogy akkor kell valaki, aki összefogja és meg tudja csinálni, és egyébként munkamán, és akkor hát itt a Hadas Kriszta majd megcsinálja. Hát ezt így nem mondta ki, hanem tudta, hogy én nagyon megbízható ember vagyok. Tehát, hogy elsőként érkezem, és utolsóként megyek haza a munkahelyről, és ilyen már-már hisztérikusan beteges megfelelési kényszerem van, tehát, hogy akkor ez meg lesz csinálva, kérem szépen. Meg is lett csinálva, benne voltál évekig ebben a bizonyos hát bulvárban, vagy legalábbis annak a kicsit emelkedettebb kategóriájában. De én mindig aztán, tehát hogy közben én mindig csináltam a saját riportjaimat. Tehát én nem szeretek meetingről meetingre rohangálni, nekem ez nem való. Én akkor is van egy ilyen része az életnek, van, meg a melónak, azt is meg van. Kell csinálni. Jól mondod, meg is csináltam, de közben nagyon figyeltem arra, hogy ha mondta legalább egy saját Hadas Kriszta riportot a Naplóba, akkor megcsináljak, mert azt éreztem, hogy különben megbolondulok, tehát hogy elveszítem a világgal, az emberekkel a kapcsolatomat, és szerintem az nagyon sokat elvesz egy riporter érzékenységéből, vagy akár egy főnök érzékenységéből, ha elfelejt, hogy egyébként meg milyen gondokkal küzdenek, hogy mi érdekli az embereket, akár vidéken. Most az van, hogy ugye sokáig összefogtad ezt az egészet, és az is egész embert igényel, meg az is egész embert igényel, hogyha az ember szeretne tényleg megcsinálni egy olyan riportot, ahol egyébként 100%-osan fel van készülve. Utólag már tudjuk, hogy nem ment a minőség rovására, de amikor valaki belekerül egy ilyen helyzetbe, akkor lényegében neki kicsit szét kell szakadnia.
Igen, de nekem nagyon sokáig hosszan és jól ment a nem alvás. Mert hogy én az elmúlt 26 évben nagyon keveset aludtam, azt hiszem ez meg is látszik az arcomon, de hogy igen, és most érkeztem el, ugye 48 éves vagyok, mondhatnám, hogy túl vagyok az életem felén, és akkor most vagyok úgy, hogy azt mondom, hogy most már csak olyat szeretnék csinálni, ami engem épít. Lelkileg, szakmailag, mindenhogy. Ami luxus persze, tehát, hogy leginkább ebbe akarok energiát fetszolni, és ezért is írtam meg például ezt a könyvet, este 9 és reggel 4 között egy éven keresztül. Néha lefejeltem a klaviatúrát, mert ugye azért nekem is van egy 9 éves kisfiamnak, közben forgattam, pont a Spektrumra csináltunk egy nagyon-nagyon izgalmas dokumentumfilm sorozatot, az volt a címe, hogy volt egyszer egy volt keret Emir Kusturicával. Én rendeztem, kérlek szépen, Emir Kusturicát. És elnézést, Hadas Kriszta vagyok. Kicsit jó érzés volt. És akkor azt leforgattuk, meg sokat kellett hozzá ugye dolgozni, utazni, és aztán éjszakánként kezdtem ezt el írni. Újabban nagyon benne vagy ebben az utazásban. Ez nem túl megerőltető? Meg hát nyilván család is van, rájuk is oda kell figyelni. Ugye most a Lidl-val utaztatok nagyon sokat az elmúlt, nem tudom, 2 évben, 3 évben. Ha keresem a családomnak, igen, voltam, igen, a főszerkesztő. Az is voltál meg, amikor ezt a bizonyos gyerekes sorozatot forgattátok, sorozatot forgatátok, akkor ha is rengeteg. A babát. Igen. Hát oda vidékre utaztam. Hát és vigyázárásban aludtunk x évig. Mert ugye a gyerekek valamilyen megmagyarázhatatlanokban mindig hajnali 2 és reggel 5 között döntenek úgy, hogy kibújnának az anyukájukból. Úgyhogy, hát igen, megerőltető, de megerőltető orvosnak lenni, akinek állandóan ügyelnie kell, megerőltető katonanőnek lenni, egy csomó minden megerőltető, de hát ez a szakmám, hát most mit csináljak? És hogyha fel kell áldozni bármit az oltánán, akkor inkább vigyázban alszol, hogy meglegyen. Hát olyan nincs, hogy nem érek oda egy szülésre. De, tehát ha most arra akarunk kiukadni, hogy hogyan egyeztetem össze a gyereknevelést és a munkát, ezt mindig így szokták kérdezni, akkor köszönöm szépen, jól, tehát egy gyereket már fölneveltem, ugye van egy 25 éves nagylányom, nem lett a baltásgyilkos, nagyon jó fej, úgy emlékszik vissza az életéről, hogy rengeteg impulzus, mármint a gyerekkorára, az életére nem, a gyerekkorára, hogy rengeteg impulzust kapott, valamilyen megmagyarázhatatlanokból egyébként ő is tévés lett, és a 9 éves kisfiúnak van apukája is, tehát ők megfordulnak a másik oldalára, amikor, a oldalukra, amikor anyuka elmegy szülni, és reggel konstatálják, hogy nem vagyok ott. Nem is ezt a részét akartam én fiért adni, vagy nem ezt a kérdést szerettem volna föltenni, hogy össze lehet egyeztetni, vagy nem, hanem hogy benned nem jelenik még az, hogy most megint nem vagyok otthon, és de jó lenne velük kicsit több időt tölteni? Nem, azért, mert ezek szakaszok. Tehát amikor forgatunk, ugye évadok vannak, amikor forgatunk mondjuk akár a Keresem a családomat, vagy ezt, akkor az 4-5 hónap. És akkor az bizony húzós, és ezeket úgy kell elképzelni, tehát ezek nem háligáli utak, hanem mondjuk 4 napot. 4, azaz 4 napot töltesz Ausztráliában. Tehát, hogy mire éppen magadhoz térnél, addigra már jössz is vissza. Ezek ilyen időszakok, és utána van megint 4-5 hónap, amikor meg például most is, a mi beszélgetés után, amit most délután rögzítünk, rohanok a gyerekért az iskolába. És utána felkapod, és aztán viszed fagyizni, és aztán így vele van. Leszel. Így van, tehát így nekem nincs lelkismert furdalásom, mert egyrészt sokat vagyok vele, sok minőségi időt töltök vele, 2, azt gondolom, hogy az is egy példamutatás, hogy az embernek a szüleinek mindenféle céljaik vannak, és egyéb, hát és motiváltak. A gyerek persze, hogyha látja a mintát, akkor az ráragad. Érni valamit. Ugyanakkor, és azért a könyvemben is számtalan ilyen anyuka van, akik anyukák, nem dolgoznak, és én iszonyatosan tisztelem őket. Tehát az egy kőkemény melóna. Beszélünk majd a könyvről is, meg az anyukákról is, meg a hát sorozat továbbéléséről, immár olvasható formában. Viszont itt az ideje, hogy akkor most már rendesen is bemutassalak, ha bár a neved már legalább 2-szer elhangzott, meg már magad bemutattad. Szóval, hölgyeim és uraim, velem szemben a stúdióban, a mai Slágerkultban, itt a 95.8 Sláger FM-en Hadas Kriszta. Köszöntelek, örülök, hogy jöttél. Én köszönöm. Folytatjuk nem sokára a beszélgetést Krisztával. Sláger FM.
95-8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is Hadas Kriszta, újságíró, főszerkesztő volt korábban, és hát anya, és hát írónő, és egyébként úgy minden, ami hozzátartozik ehhez. Megjelent a közelmúltban a legutóbbi könyved, a címe az, hogy Anyasors, de korábban már volt egy, az nem Anyasors, hanem annak az volt a címe, na most hirtelen akartam mondani. Tökéletlen anya naplója. Igen. És akkor az még egy kicsit viccesebb cucc volt, ebbe viszont már kőkeményen belemegyünk, és akkor olvastam valahol egy ilyen kritikát, vagy legalábbis leadet, hogy akkor ha valaki szeretné ezt a könyvet elolvasni, akkor ne nagyon kenje ki magát előtte különböző púderekkel, meg brúzsokkal, meg ilyesmi. Ja, igen, hogy ne sminkelj, igen. A Hadas Kriszta könyvét olvasod. Szóval az előző könyvem azok ilyen vidám, önironikus karcolatokból álltak, a saját bénázásaimat, meg a családom bénázásait írtam meg. Akkor annak ugye abszolút az volt a célja, hogy egy kicsit szembe menjek ezzel a tökéletes anyapropagandával, amit az internet és minden ömleszt. De nincs ilyen, tehát, hogy persze mondhatunk ilyen nagy frázisokat, hogy tökéletes anya, de minden egyes gyereknek a saját anyukája tökéletes. Legyen kívülről nézve bármilyen. Hát jobb esetben igen. De hogy mi nők azért nagyon szeretjük egymást megítélni. Ez a miért akkor szülsz, miért ekkor szülsz, miért eddig szoptatsz, miért nem addig szoptatsz, miért ekkor mész vissza dolgozni, miért nem mész vissza dolgozni, miért ezzel eteted, miért nem. Tehát, hogy egyfolytában megítéljük egymást, ugye? És azért ez nagyon sok embert frusztrál. Na, az a könyv azzal ment szembe egy abszolút vicces, önironikus formába. Ez tök más. Az ugye leforgattam a Jön a baba, Hadas Krisztával című doku reality 3 évadát, és kiválasztottam 11 családot, azért nem mondom kizárólag, hogy női sorsot, mert ebbe kőkeményen benne vannak az apák is. Hát mint hogy egy családban benne kell, hogy legyen az apa, vagy legalábbis egy családmodellben. Ez ebből a szempontból nem egy olyan feminista könyv, amelyik csak a női oldalt mutatja meg, hanem a családdávállásról és családi sorsokról beszélünk, és azért ezek, ami összeköti őket, az a kőkemény küzdelem, hogy kikerekítsék az életüket. Amikor egy férfi és egy nő összekerül, akkor igazából az még, szokták mondani, hogy jó, persze már család, de akkor válik családdá egy férfi és egy nő, amikor már megszületik a gyerek, és akkor van kit terelgetni, nevelgetni, odafigyelni. Mondjuk én ezt nem osztom, szerintem két ember is lehet család, de mindegy. Nem szeretem ezt, hogy a nagy család, kis család, szerintem az is lehet család, akik csak ketten vannak, sőt, az is lehet család, amikor egy anya egyedül neveli a gyerekét, vagy az is lehet család, amikor egy apa egyedül marad a gyerekével. Tehát, hogy én nem szeretem ezeket a címkéket, de igen, bocsánat, nem akarok a szavazni. Semmi baj, idealizáltam akkor a helyzetet. Igen, tehát, hogy van. A legideálisabb helyzetben akkor ez az van, hogy anya, apa, gyerkőc, akárhány is. Van. És persze millió egy családmodell előfordul. Amikor forgattátok ezt a bizonyos dokureliti sorozatot, akkor mi alapján válogattál ki, hogy kihez mentek, mert ahány történet, pontosabban ahány nő, vagy annyi család, annyi történet, nincs két egyforma. Hasonlóságok persze nyilván előfordulnak, de nem lehet ugyanolyan vonalakat ráhúzni a különböző történetekre. Ez abszolút egy szerkesztői akarat volt, Kiki Kira kolléganőmmel együtt, ő volt a szerkesztőtársam, hogy próbáljunk olyan kérdéseket, problémaköröket, problematikákat, örömöket, bánatokat lefedni, amivel életünk során találkozunk, vagy sokan találkozunk. Mondok példákat, tehát itt van a én gyerekem, te gyereked, mi gyerekünk. Az notórius újrakezdők, akik x-szer elváltak, de még a következő férfitől is szülnek egy gyereket, és ők mind azon vannak, hogy aztán minden jó legyen. Rákon átesett anyuka, akinek azt mondják, hogy felejtséssel nem lesz gyereke, lett gyereke. Lombik programos anyukák, olyan, akit hát sajnos súlyosan bántalmaztak, és ki tudott lépni. Olyan, akinek csak szar volt a házassága, de úgy döntött, hogy kilép belőle. Van, akit a harmadik gyerek várása közben várandósan hagyott el a férje. És persze vannak nagyon idillisztikus történetek is. Olyan férj, aki a feleségét ápolja, mert súlyosan beteg. Most már két gyönyörű gyerekük van. Tehát, hogy nagyon, nagyon sokfélék vagyunk mi emberek, de azért azért ezek valahogy lemodellezhetők, és egyébként pedig a szorongásainkban, hogy jól csinálom-e, hogy elég jó vagyok-e, hogy mindent életben tudom egyáltalán tartani azt a gyereket, tehát hogy ezekben a félelmeinkben meg nagyon is hasonlóak vagyunk.
Na jó, hát ez egyébként nyilván minden egyes anya próbál maximálisan odafigyelni a gyerekére, és megtenni mindent érte, de abban a pillanatban, amikor délután, nem tudom, 5-6 magasságában a gyerek megöleli, és megköszöni a vacsorát, vagy nem tudom, az uzsonnát. Igen, van az uzsonnát, nem? Tehát az a baj, hogy én idillikus képekben gondolkodom, és ez lett volna a következő kérdés, hogy persze én értem, hogy szerkesztői szemmel, hogyha csinálunk egy dokut, akkor mutassuk meg azt, hogy ilyenek vannak. És van benne ilyen negatív, meg olyan negatív, és egyébként szerkesztői szemmel, tehát az, hogy valami pozitív, hogy tényleg van egy idilli családmodell, egy apa, egy anya, meg egy gyerek, vagy két gyerek, és jól élnek, úgyhogy szeretik egymást, kisebb problémák vannak, mert anya néha, mit tudom én... Betepizik. Igen, körülbelül, és körülbelül 2 óráig tart. Ebben mi az érdekes? De értem, hogy mit kérdezel, azért ezekben a történetekben az a vége, hogy igenis van egy megküzdött boldogság. Tehát az nem úgy van, hogy mindenki szaladgál a tarka réten, és egyfolytában rohadt happy. Az élet ugye nem ilyen, tehát az életet nem lehet megúszni. Olyan nincs, hogy nem lehet leélni egy életet, hogy ne legyenek mélypontok, de ezeken túl lehet jutni, és ebben a könyvben nagyon, tehát a könyv nagyon-nagyon, és a sorozat is nagyon sok erőt ad azoknak az embereknek, akik valamilyen problémával szembesülnek. Mert igenis, a vége az, hogy örülnek, és boldogok, míg meg nem. Boldogan élnek, míg meg nem halnak. Viszont ezzel együtt nyilván predesztinális, tehát, hogyha valaki elolvassa a könyvet, és magára ismer, akár csak nem tudom, 2 mondatban, és utána látja, hogy annak a bizonyos szereplőnek, akár a könyvben, akár a sorozatban, hogy vezetett az útja a boldogsághoz, lehet, hogy ő is ugyanúgy próbál majd viselkedni. És ez nem biztos, hogy jó, mert az ember a megoldást a saját problémájára a saját fejében tudja megtalálni. Az így van, viszont az nagyon sok erőt ad, hogy van fény az alagút végén. Tehát nekem nap mint nap sokan írnak, mióta megjelent a könyv, hogy azt érzik, hogy nincsenek egyedül. Hogy nincsenek egyedül a problémáikkal, és hogy ezek az emberek valamilyen szinten, ők civilek, szeretném hangsúlyozni, példaképek. Azzal, hogy megküzdenek valamivel, és aztán azt sikerül legyőzni. Mindenkinek megvan a saját válasza. Tehát nincs olyan, hogy mindig ugyanazt válaszoljuk egy problémára. De azt, hogy ők törekszenek arra, hogy a vége az jó legyen, az szerintem nagyon sok embernek ad erőt. És nyilván egy csomó ilyen könyv van, meg egy csomó ilyen, nem tudom, önsegítő csoport, ahol lehet ilyeneket olvasni, meg persze el lehet olvasni. De ezek valódi sztorik. Azok meg nem biztos, hogy azok. Szóval, hogy el lehet olvasni Hatos Krisztának az Anyasorcs című könyvét, és csak az a legfurcsább az egészben, hogyha maradunk az idealisztikus, az általam felállított idealisztikus képeknél, hogyha bárkinek bármilyen problémája van, és családban él, akkor ugye oda megy például a férjéhez, vagy a gyerekének az apjához, és akkor megbeszélik, és akkor közösen mennek az úton, és közösen oldják meg a problémákat. De hát, mint hogy az előbb említetted, az élet azért nem ilyen egyszerű. Hát mondjuk, ha csak a válások számát megnézed Magyarországon, akkor nem. Tehát, hogy ez tök jó lenne, ha mindenki ilyen lenne, hogy figyelj, ma rossz napon van, dumcsizzuk meg, de figyelj, van például egy olyan család, ami szerintem egy tök hétköznapi probléma, amire mindent felépítenek, nagyház, szép autó, stb., addigra elveszítik egymást. Ott van 3 gyerek, és elveszítik a logisztikában egymást. Mert minden más fontos a helyet, hogy egymásra figyeljenek. Mert te viszed a korcsiacipőt, a hegedűtokot, te felveszed őt, de elrohadnod oda, utána még elmegyek dolgozni, utána van egy meetingem, de tudod, hányan élnek így? Sok-sok-sok millióan, mert nagyon sok feladatunk van. És aztán egyszer csak azt veszik észre, hogy az egyik a földszinten ül, a másik az emeleten, és egymással SMS-eznek a földszint és az emelet között. Tudod, hogy hány millió ember él így? Rengetegen. Velem szemben a stúdióban a mai Slágerkultban, tehát itt a 95.8 Sláger FM-en Hadas Kriszta, közelmúltban látott napvilágot a legújabb könyve, a címe az, hogy Anyasors. Jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. Sláger FM 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez még mindig a Slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is Hadas Kriszta. Közelmúltban látott napvilágot a legújabb könyved, a címe az, hogy Anyasors. Az imént arról beszélgettünk, hogy ugye azok a bizonyos emberek, akik megjelennek a könyvedben, az anyák és a gyerkőcök és az apák is, ők egyébként példaképek lehetnek azok számára, akik bármilyen helyzetbe belekerültek, és saját maguk életének egy részét meglátják, akármelyik kis szövegrészletben is. Na most a helyzet az, hogy beszéltünk arról is, hogy
én ilyen idealisztikus világot építek fel magamban, és mondtad, hogy egyébként ez nem így van, és hogy nem tudják az emberek akkor, hogy merre, hogyha megszületik a gyerek, meg mit csináljanak, és hogy akkor az egyik viszi a hegedűt okot, a másik a korcsolyát, és akkor a logisztikában tönkre mennek, viszont egészen addig, amíg benne vannak, nem látják azt, hogy egyébként az őt boldoggá teszi, hogy viszi a korcsolyát. Akkor persze fogja látni, amikor már nem kell vinni a korcsolyát, mert valamelyik fél úgy döntött, hogy akkor én ebből most kiszállok. Tehát, hogy igazából, amíg benne vagy, addig lehet, hogy boldog vagy, csak éppenséggel menekülni, mert nem ez volt korábban. Akkor viszont nem vagy boldog. Szóval, hogy mondjam, hogy ezt most kikarakíroztuk, de hát azért sok ilyen van, és pont egyébként számtalan film is született erről, hogy hogyan lehet mégis a hétköznapok szintjén megtartani azt a harmóniát, ami összetart mondjuk egy férfit és egy nőt, akár 40-50, akárhány éven keresztül. Hát mind a két fél kell hozzá. Bizony. Mert az, hát, hogy a boldogság fennmaradjon. Kompromisszumokat kell kötni. Olyan is van. De erről szól az élet, mert na, a család. Hát akkor ugyanarról beszélünk. Igen, csak és más van, akinek sikerül, és van, akinek nem. És mind a két fél kell hozzá, tehát, hogy jó, én értem, apa hazamegy, vigyen egy virágot anyának, ölelje meg, puszilja meg, és ez megint egy idealisztikus világ, anya meg legyen otthon, és ölelje meg szintén a férjét, amikor megérkezik, vagy hogyha nem tudom elmenek vacsorázni, akkor ott legyen, nem kell otthon lennie hozzá. Mindegy. Szóval, hogy kiválasztottátok azt a sok-sok embert, még annak idején, amikor a sorozatot forgattátok, de az is egy borzasztóan nagy meló voltám, tehát, hogy megtalálni azokat az embereket, anyákat, akik olyan helyzetben vannak, hogy abból lehet csinálni egy akármilyen műsort, és utána tovább lehet vinni, még írott formában is a történetüket. Én arra vagyok nagyon büszke, hogy ezek a civil emberek a kezembe adták a sorsukat. Tehát olyan őszintén beszéltek nekem, és olyan dolgokról, amiket mondjuk akár még a szüleiknek sem mondtak el. Van például egy fiatal nő, aki nekem mondta először, hogy sajnos az egy kémiai folyamat, egy olyan súlyos gyermek egy depresszióba esett, hogy meg akarta ölni magát. A férjén is rajta kívül nem tudta senki. Ez a nyilvános ilyen kimondás, ez nagyon sok embernek segített egyébként, egyáltalán felismerni, mert a környezet nem ismeri fel sok esetben. Tehát, hogy én azért arra vagyok büszke, hogy ezek az emberek névvel, címmel, arccal a kezembe adták a sorsukat, és én ezzel igyekeztem nem visszaélni. Viszont ebben a megközelítésben, tehát, hogy nem tudsz kívülálló maradni. Nem is akartam. Hogyha már pedig alapvetően riportár vagy. Tehát, hogyha odamész valahová, és egy riportot szeretnél készíteni, akkor neked muszáj kívülállónak maradni. Tehát, hogy fel kell tenni a megfelelő kérdéseket, és akkor utána reflektálni kell rá. Egy ilyen helyzetben, egy ilyen műfajban nem tudsz. Muszáj, hogy vele együtt élj. Így van, és ezt nagyon jól mondod. Én ezt az első pillanatban elhatároztam, hogy én is azt tanultam, hogy megfelelő távolságot kell tartani, és ezt is tanítom a riportalanyoktól, de én nem politikusokkal, közéleti személyiségekkel, vagy akár bűnözőkkel készítettem interjút, hanem anyatársakkal. Az úgy nem megy, hogy Budapestről lemegy a Hadas Krisztike, keresztbe vágja a lábát a kanapén, és azt mondja, hogy na, akkor mondd el nekem az életedet. Tehát, hogy ez úgy ment, hogy ők adtak valamit az életükből, és cserébe én is adtam. Az nem tartozott a nézőre. Tehát a televízióban az nem volt benne, hogy én közben mit éreztem, az én sorsom milyen, stb. De úgy a tévé valamivel felszínesebb műfaj, mint az írás, illetve nem is valamivel, mert ugye mindig történnie kell, valaminek műsoridő van, vágni kell. Akkor, amikor forgattam, már akkor tudtam, hogy egy elképesztő írói alapanyag van a kezemben, és sokáig készültem, hogy ezt majd meg fogom írni, meg majd visszamegyek az anyákhoz, apákhoz, és megtudjuk, hogy mi lett velük azóta, és ezt most volt erre időm, de igen, valóban abszolút jól mondott, hogy ezt nem lehet így leforgatni, ez csak is kizárólag a kölcsönösségi alapon van, úgyhogy ha tetszik, akkor a 12. családi sors, vagy női sors, anyasors, az én vagyok a könyvben, nem egy külön fejezet, de én is, ahogy ott párhuzamosan történtek a kamerán kívül a beszélgetések, azok bekerültek a könyvbe is, sőt, hozzáfűzöm a saját életélményeimet. Egy Hadas Krisztike, hogy az imént említetted saját magadat, aki lemegy egy még ismeretlen családhoz, és beszél két mondatot anyával, vagy anyával és apával, és akkor már ott van a baba anyának a hasában. Hogy lehet közel kerülni hozzá? Mert az, hogy látták az arcodat a tévében, esetleg elolvasták az előző könyvedet, az egy dolog. De azért, mert főznek neked egy kávét, meg bemutatkozol, attól te még nem vagy benne abban a családban, attól te még nem mehetsz be a szülőszobába.
anyára, és életed át ugyanazt, amit egyébként az apa átél. Na hát ebben viszont azért nincs igazad, mert én nem így dolgozom, hogy lemegyek. Tehát, hogy én mikor a kamerát bekapcsoljuk, akkor mi már barátok vagyunk. Tehát mi előtte hónapokig beszélgetünk, ismerkedünk, megismerjük egymást, nem azon, hogy egyszer csak megérkezem, bekapcsoljuk a kamerát, és akkor dumáljál, hanem addigra, és ezt szintén nem lehet másképp csinálni, addigra már van egy bizalmi kapcsolat. Addigra bennem már nem a tévésnőt látják, hanem egy másik embert. És a szülőszobában, mi a Kéki Kira kolléganőmmel segítő társak is vagyunk. Tehát van, amikor mi mondtuk a kintülő családnak, hogy mi történik bent, fogtuk a lábát, törölgettük a homlokát. Ez nem látszódott a tévében, mert nem díszletelemnek használunk embereket a saját érzelmeinkhez, hanem ők a főszereplők, de mi ott akkor segítő női, hát hogy úgy mondjam, és nem azt mondom, hogy dúlák, de hogy ilyen segítő nők voltunk, és mindegyik után azt mondta, mindegyik család, hogy tök jó, hogy benn voltatok, mert nem éreztem magam annyira elveszve, és volt még két ember, aki szeretett minket ott. És azért ez nagyon fontos, hogy az életed legintimebb pillanatában, mert mindig kérdezik, hogy na, és minek engedték be a tévét? Azért, mert miért akkor már nem tévések voltunk a számukra, hanem haverok, barátok, sorstársak, stb. Még sorolhatnám. Támasz, és egyszer jó volt nekik. Most például, most éppen nem forgatunk, de két évad között vagyunk, de valamikor most fog szülni az egyik anyukánk, és megkért, hogy menjünk be a szülőszobába, mert neki olyan jó volt, hogy ott voltunk. És konkrétan be fogunk menni, attól függetlenül, hogy nincs műsor. Leforgattatok sok-sok epizódot, és akkor kiválasztottál belőle, vagy kiválasztottatok belőle. Azt 11-en. Én választottam. Akkor te választottam, hiszen ugye te érted a könyvet, azt már nem ketten csináltátok a Kirával. Egyértelmű volt, hogy ez a 11 lesz? Vagy ültél otthon, nézted azokat a bizonyos sorozatokat, vagy részeket, amiket leforgattatok, és akkor abból választott. Jó, ő lehet, ő nem lehet. Egyáltalán kellett még engedélyt kérni hozzá, hogy akkor... Hát megdumáltam belőle, persze, hogy mindegyik örömmel vállaltam. Nem kellett ehhez nekem újra nézni a sorozatot, hanem itt is egy kvázi egy ilyen társadalmi látleletet. Ez most kicsit ilyen okoskodó hangzik, de valóban egy ilyen társadalmi látleletet akartam adni. És valóban olyan embereket találtam a sorozatból is többnyire, akiktől például én azt tanultam meg, hogy minden helyzetben lehet és érdemes minden nap egy maroknyi boldogságot összekapirgálni. Ezt így le is írtam az egyik családnál, akik autista gyereket nevelnek, 52 négyzetméteren laknak öten, várjál, 1, 2, 3, 4, 6-an, 4 gyerek plusz a szülők, és egyáltalán nem mondanám őket boldogtalannak, és olyan szeretettel viseltetnek egymás iránt, és úgy respektálják egymást, és nem volt könnyű eljutni idáig, hogy én magam is nagyon sokat tanultam tőlük. Velem szemben a stúdióban a mai slágerkultban, tehát Hatas Kriszta, a közelmúltban látott napvilágot a legújabb könyve, a címe az, hogy Anyasors, jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez még mindig a slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is Hadas Kriszta. A közelmúltban látott napvilágot a legújabb könyved, a címe az, hogy Anyasors, 11 női sorsot írtál le, pontosabban hát tovább írtad őket, mert korábban már bemutattad egyébként őket abban a bizonyos sorozatban. A lényegében ez egy ilyen utókövetés. Is. Ami azt jelenti, hogy akkor leforgattátok a sorozatot, eltelt valamennyi idő, benned megszületett a gondolat, hogy akkor én majd ezt szeretném továbbírni. Ez azt jelenti, hogy akkor visszamentél hozzájuk, újra beszélgettél velük, megnézted, hogy mi történik, és akkor leírtad. Igen, mondjuk a sorozat is benne van, meg az ő egész élet családdá válásuk. Tehát itt nem arra van szó, hogy egy nő megszült egy gyereket, aztán szevasz, hanem hogy a családdá válás egy sokkal komplexebb sztori, ami a lelki folyamatokra, hogy a tévében nem tudtunk reagálni, annyira benne van, meg nyilván van, aki már külföldön él, van, akik elváltak, van, akik szültek újabb gyerekeket, csomó olyan érdekes dolog történt velük, meg hogy ugye ebbe beleírtam magamat is. Beszélünk majd arról is, viszont még kicsit vissza ehhez az utókövetéshez, meg ahhoz, hogy megírtad, vagy nem írtad meg. Alapvetően tehát, hogy amikor oda mentek, és ott láttál egy boldogságot, vagy láttál egy gyerekszületést, és akkor abból csináltatok valamit, akkor nyilván a legtöbb esetben happy end.
elvégződött. És amikor eltelik valamennyi idő, és nem tartod velük folyamatosan a kapcsolatot, és visszamész, akkor ugye alapvetően két lehetőség van, hogyha azt teszük, hogy fekete vagy fehér, hogy azóta is megvan a boldogság, vagy akkor volt boldogság, és aztán most már nagyon elmentek más irányba. Volt ilyen? Volt, de volt, akik megmentették a házasságukat. Egyébként ez így abban a formában nem igaz, hogy nem tartottam velük a kapcsolatot, mert hogy a sorozat köré egy nagyon erős közösség épült, és mi a Facebookon, meg személyesen is, azóta is tartjuk a kapcsolatot, ha nem is naponta, akinek szüksége volt rá, akinek nem, azon nem tartottam a kapcsolatot. De hát például a könyvben benne van, hogy az egyik anyukát műtötték egy daganattal, és mi beosztottuk egymás között, vidéken élnek, és feljött Budapestre, hogy megműtsék, és beosztottuk egymást közt, hogy akkor ki melyik nap látogatja. Tehát, hogy ez nem úgy volt, hogy akkor 4 évig azt se tudtam, hogy élnek-e vagy halnak, hanem igenis tudtam róluk, mert van zárt Facebook csoportunk, és ott kommunikálunk. Tehát én azt gondolom, hogy ennek az egésznek az is az ereje, hogy nem kamu, tehát nem csak akkor most 4 év után mi is van veletek, hanem hogy, hogy követjük egymás sorsát. Mi sem bizonyítja jobban, hogy milyen a kapcsolat, hogy most például az egyik anya, Szomolányi Timi, nekem nincs jogosítványom, mert ekkora nagy lúzer vagyok, és most nagyon sok vidéki városban megyünk dedikálni, könyvbe mutatni, minden héten legalább 2-szer, és ő visz engem. Bariságból mondanám. Tehát, hogy ingyen csak a benzint fizetjük mi, azért, mert jó együtt lenni. És akkor dumálgattuk, és akkor végül sősorom mégis bajnunk lettetek. Tehát, hogy ezek létező kapcsolatoknak. Az imént beszéltünk arról, hát egy olyan 1/4 órával ezelőtt, hogy amikor oda mentél, vagy oda mentetek bárhová, még a forgatás alatt, akkor ugye alapvetően nem rólad szólt a műsor, tehát hogy igazából te nem voltál ott sehol sem biodíszlet, viszont ez a műsor rólad szól. Amikor forgattatok, vagy amikor írtad, vagy amikor beszéltél. Mármint a könyv? Aha, nem, ez a műsor, ez. Ja, ez hogy most, mi ketten? Igen, aha. Ez most rólad szól, tehát szerintem most már beszélhetünk róla, tehát hogy amikor forgattatok, vagy amikor írtad a könyvet, mert éppen lementél és beszélgettél még velük, és utána írtad le ezeket a sorokat, vagy a forgatás közben. Volt olyan, hogy Hadas Kriszta egy kicsit megtört, hogy akkor én ezt nem tudom tovább csinálni, mert ez olyan helyzet. Ja, folyamatosan. Én egy nagyon-nagyon szorongó ember vagyok. Nem látszik rajtam, azt hiszik, hogy óriási nagy arcom van, de hogy én alapvetően nagyon szorongó ember vagyok, és nem írtam ezt könnyen. Tehát belőlem nem folynak a sorok. Én tudatosan például képzem magam, hogy egyre jobban írjak. És én sokat kilódtam ezzel, nem azért, mert a sorsok törtek meg, mert nem, hanem az, hogy elég jó lesz-e, hogy megtalálom a megfelelő jelzőket, hogy jó-e stilisztikailag, stb. Tehát, hogy ez egy nehéz szülés volt, hogy így a témánál maradjunk. Pont ezért esnek nagyon jól a pozitív visszajelzések. Én mindenbe sajnos egy kicsit beledöglök, úgyhogy ebbe is. De ezt mit a főrész vadár után nem újra tudok élet. Másképp, tehát ahogy a férjem szokta mondani, hiszterikusan érzékeny vagyok, és állandóan óriási amplitudók között élek, tehát az egyik pillanatban kész vagyok, a következő pillanatban pedig harsányan röhögök, tehát hogy valahogy ez a könyv is ilyen nagy amplitudók között íródott, és hát az nekem szokat, hogy egy tévés, az stábbal forgat, tehát az van, hogy beülünk a stábautóba, van ott még egy szemem, az operatőr, meg a technikus kollega, ott a vágó, a szerkesztő társam, tehát hogy ez egy közös élmény, együtt kilódjuk ki magunkból, vagy ha valami nekik nem tetszik, elmondják, de a könyv az meg olyan, hogy ülsz egyedül, tök egyedül egy szobába, hajnali 3-kor is, és kerekíted, írod ki magadból a dolgokat. Én csak azt tudtam, hogy nagyon őszinte, amit csinálok, de ez egy magányos dolog. És nincs, aki azt mondja, hogy jó van, megveregesse a hátadat, jó van, Hadas Kriszta, folytathatod. Tehát, hogy igen, nekem ez egy nehéz ügy volt. És egyébként, hát borzasztó nagy erő kell hozzá, amikor hajnal 3-kor ott ülsz, és egyedül vagy, és tudod, hogy körülötted mindenki alszik, akkor igazából azt is mondhatnád, hogy jó, tehát, hogy nem, ennek sosem lesz vége, hagyjuk, de nyilván a cél megvisz előre, és folyamatosan kattognak a fogaskerekek az agyadban, hogy minél hamarabb kész legyél vele, és olyan legyen, mint amilyennek szeretnéd, hogy legyen, mert hogy maximalista is vagy, mint amellett, hogy borzasztó nagy amplitúdó között él. Engem ez ilyen hülyén hangzik, hogy de az elvégzett munka öröme engem nagyon boldoggá tud tenni. De az akkor van, amikor az utolsó igen, pontot kitetted. És amikor elküldtem ugye mindenkinek a saját fejezetét a családoknak,
és sírtak, nevettek, izgultak, ez marha jó visszajelzés volt. Levelet írtak nekem utána, akkor azt éreztem, hogy hát igen, ez akkor ez most mégis megérte. Ki volt a first check? Kinek mutattad meg először, amikor kész lett egy fejezet? Egyből a család? Igen? Anyámnak, igen. És ő egyből azt mondta, hogy igen, ilyennek kell. Nem, ő nem egy ilyen cuncimókus. Tehát mondta, hogy itt az, amit az, egyébként jól van kislányom, de még ott az, még ott lehetne, stb. Tehát, hogy ő nem egy ilyen édes tünci-münci anyuka, hál' Istennek egyébként. 11 sorsot mutatsz be, tehát, hogy utókövetés címen, ebben a bizonyos könyvben, és saját magadat is beleírtad, és állítólag te egy olyan csaj vagy, vagy nő vagy, vagy feleség. De jó lenne még csajnak lenni. Baj, hogy lecsajoztam? Nem, sőt, köszönöm. Aki, hát a széles amplitúdók között ott előfordul, hogy néha az utcán landol egy-két dolog. Tehát, hogy nem csak az ő sorsuk jelenik meg benne, hanem a te sorsod is megjelenik. Nyilván nem ilyen formán. Hát magamon könnyebb röhögni nyilván, tehát magamat sokkal önironikusabban látom ebben a könyvben, és az összes hülyeségemet leírom. Igen, tehát van úgy sajnos, hogy az embernek kicsit megbokrosodnak a hormonjai, így a 8. hónap környékén, és akkor egy-két ruhadarabként landol. Én ezeket is őszintén beleírtam, nem vagyok rá büszke, de hát volt ilyen, meg az édesanyámmal való kapcsolatomat, meg a gyerekeimmel való jó és rossz lépéseimet, ezek is ugyanígy benne vannak. De úgy tűnik, hogy te egyébként jól vagy, úgy megvan a balansz. Igen? Ha? Akkor jó színlenek, ha-ha-ha. Nem, én egyszerűen nem szeretek magam rókhamúzni, tehát nem tudok szebb képet mutatni. Én tényleg egy elég szélsőséges személyiség vagyok, nem mondhatnám magamról, hogy probléma kerülő, vagy konfliktus kerülő, de én például ennek a könyvnek azért is nagyon örülök, meg ennek a műsornak, mert hogy én ezek között, a nők között valódi közösségre találtam, mint Hadas Kriszta. Téged megváltoztatott az a műsor, vagy az utókövetés? Vagy igen. Változtál? Hát, nagyon szuper jó ember sose leszek már, mint úgy, hogy ilyen nagyon aranyos, meg kedves, de hogy... Cucuka, de hogy igen, persze, tehát, hogy az ember elkezdi néhány sors megismerése után azt mondani, hogy tényleg Hadas, hát nem, mész te a fenébe, hát mi bajod van neked, mit sajnálod te itt el magadat? Amikor mások sokkal nehezebb körülmények között tudnak örülni az életnek. Tehát, hogy igen, egy csomó mindent helyre tett bennem, itt az előbb is meséltem például az egyik családról. Igen, én azt gondolom, hogy én általuk egy jobb emberé is váltam. Egy utolsó kérdés a végére, ha bár ez is tök jó végszó lett volna, itt rontottuk el az egészet. Meg volt az első sok évvel ezelőtt egy tökéletlen anyanaplója, itt a következő anyasors, és akkor most nyilván dedikálsz, most akkor ez nem régen készült el, terv fejben van-e már esetleg egy következőre? Igen, ilyenkor mindig elhatározom, hogy soha többet a büdös életben. Most le kéne fogynom, mert hogy amikor éjszaka az ember ír, akkor mit csinál? Napson, eszeget. De aztán majd, amikor már ilyen, tudod, hogy a szülési fájdalmak is elmúlnak, és így után megszépülnek, remélem, hogy majd néhány év múlva, vagy egy kis idő múlva megszépül a kilódás, és akkor majd megint írok valamit. De azt sosem mondom, hogy soha. Most egyelőre nem tervezek ilyet. Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép napot neked. Ennyi volt már a Slágerkult, tehát itt a 95.8 Sláger FM-en. Köszönöm szépen, hogy ma is velünk tartottak. Az elmúlt egy órában Szani Rolandot hallották, és Hadas Krisztát. Kezét csókolom, viszontlátás, viszonthallás.